Csapó felvétel. Üdvözlöm a nézőket, itt a Korzósó. A vendégem Szucsik Otto más néven a túlélő, és arról hallgattam, hogy, hogy milyen hatással volt rá ez a katasztrófa, ami Hát kérem, félelmetes volt, mert jól emlékszem, reggel helyezettem ott valahogy dolgozni, hogy tulajdonos lett a Tiszmasárga. Akkor már adok önnek is egy időt. Köszönöm szépen. Semmi értelme, csak a látszat nem jön. Akkor már én tudom, bajok lesznek, mert 20 és már. Tehát felszálltam a hívőre, és a hív, és ott megállni megállóban. Na mondom, nagy baj lesz. És akkor jött a hív, megálltunk, kettesül most. Kettes. Kettes villamos jár. Ment a Dunába, alul, és kijött. Megállni a villamos, most gyártottam. Bejöttem ide a Korzóba, egy külön tűzoltó vagyok. Itt ott szabáltam már, mert nagy tűzoltó vagyok. Az is. Másodásban is. Önkéntes tűzoltó vagyok, ingyen volt ott mindenki. És hatalmas tűz jött ki a folyós, meg a lépcsőnek ott aluljáról, jött fel a tűzük megnyertetnek. Alig tudta bemenekülni a lézsákos. Tehát a lézsák azt jelenti, hogy tehetsen hipermonikusan javas tűzzák. Én azt új szót hallottam. Ilyen kollégeiket. Hiper. Tehát nagyon nagy, monumentális, nem? Köszönöm. Igen, a másikon tartálában. Jó? Hiper. Már nem tudja. Hiper monumentális. Köszönöm szépen, a csukó is. A másik csukó. Kollégám helyettesített, igen. Hiper monumentálisan. Munkás. Nem voltunk zárva ott, légymentesen. Semmi, semmi. Hermetikusan. 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 Úgyse rossz, igen. 24 plusz 32, az mennyi? Voltunk lezárva éhen szomjan, egyedül. De úgy nem vagyok én pálibeteges, mert bírom a bezártságom egyedül is. Ennyi örülnek tevőre, mi valami is. Hát jelen voltam az egyik napon, meglátogattam azt, hogy azért lelkileg támogassuk, hogy nagyon-nagyon bepánikoltam. Tehát, és azért az egy embernek az egy nagy trauma, nem? Hát igen, mégis is be volt a fájuk, mert Jani mentett ki, akit megijedtem a hírban. Meg van egy ilyen tartalék vésztengőben a hermetikus záróba. Hermetikus záróba. Átadjam a fordítomat, hogy könnyebben tudjam beszélni. És félelmetes volt, hogy belépett a Jani, teljesen le voltam dermedve, tehát nem tudtam mozogni, mint a hal a vízbe úgy aludtam. Ő most is itt szemben. Hát ő tudta megmenteni az árvízbe. Tehébe az Erdélyből úszott le, vagy a Fegedre-tengerre úszott idáig. Az oldalon megfulladt, nem? Hát Isten úszott fel. Mert a pikkelyek így összeszakították. Igen, megfulladt, nem kapott levegőt a tüdejével. Igen, igen, igen. És hogy a halat tudjuk, hogy tüdős állat. Igen. Csak nem használjuk. Már nem tudja használni. Mert nincs. És Jani megmentem, megijedtem a szemületet, odáig szaladtam, hazáig szaladtam, utána teljesen minden utottam. Moszkváig vissza, tudtam megnyugodni. Olyas telefon benne. Kis Morzsiának sem volt jönnek, vagy táplálkozási rakás benne van? Benne voltam táplálkozási rakás. Van egy ilyen kis mágyi rakás, hát csak ilyen morzsák maradt. Hát nagyon szépen köszönöm azért, mert tényleg az embernek. Rámondok róla. Köszönöm. Nem mennek azért jó oszkára, hogy tegyszeres rajta. Ennél azért többet tudtuk lenni, mert jöttek ki a falból ilyen kígyók, meg ilyen állatok, és azok is menekültek, és azt tudtuk megenni egy évvel keresztül. Köszönöm. Az igrák csárták. Hát a tanulságot vonja le mindenki magának, ez volt a mai Korzósó.